Népviseletben mentek iskolába április 20-án a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumának néprajztagozatos diákjai. Az intézmény az Egy nap népviseletben elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozott már 2018-ban. A tanulók ilyenkor azt mutatják be, hogy egy viselet önmagában és a hétköznapi ruházattal párosítva is hordható. A magyar, a sváb és a horvát viseletek mellett székely és bukovinai székely ruhába öltözött fiatalokkal is találkoztunk. Én székely, hagyományos székely népviseletbe érkeztem, mivel ezt örököltem a nagynényémtől, mert édesanyám székely, odavalósi, csak kiköltözött édesapámhoz ide Magyarországra, és a testvérét örököltem ezt a ruhát. Édesanyám székely udvarhely mellől Máré falváról származik. Máré falva a székely kapuiról híres egyébként. Engem személy szerint nagyon érdekel. Szoktunk egy évben többször is kimenni Erdélybe, és a hagyományokat is szoktam őrizni, mivel járok néptáncolni. Én bukovinai székely népviseletben érkeztem, és azért húztam ezt, mert édesapámnak bukovinai székely felmenői vannak, és szeretem képviselni a családomat. Pont most húsvétkor voltam a dédimnél, vagy volt ilyen családi összejövetel, és ott mesélte a dédmamám, hogy ők hogyan jöttek el, vagy miért. Ugye a második világháborúban kitelepítették őket, és akkor úgy jöttek le vonattal, meg minden egyes faluba, és most kötöttek ki, vagy hát zombára telepettek le, és igazából onnét származik az egész. És ez a viselet, ami ugye rajtam van, ezt én is kölcsön kaptam, úgyhogy félig mondhatom csak sajátomnak, Sebestyén Ibolyától, Kakasdról. Az intézmény közösségének célja, hogy megmutassák, van népviseletük, és hordják is azt. A diákok közül többen vállalták, hogy részt vesznek a Széchenyi téri flashmobon is. Minden évfolyamon van egy néprajzos osztály, dés osztályok, és ők amúgy is érdeklődnek emiatt, elég sokan néptáncolnak és énekelnek is, úgyhogy így az alap megvan hozzá. És akkor ugye pár évvel ezelőtt rendeztük az első ilyen viseletes napot. Ugye az 2015-ben indult Erdélyből, és az ott egész Kárpát-medencébe elterjedt. Először 4-5-en öltöztünk be, egy tanárok meg diákok, és viszont most már így 40-50-60 diák felhúzza a saját viseletét, a dédszülei viseletét, a néptánc csoport viseletét. A Kárpát-medence teljes palettája volt, így egész meglepő módon, nagyon sok erdélyi volt, ugye Kalotaszeg, Székelyföld, Bajdaszentibányi viselet volt, és volt felvidéki, a Csalóközből, egy gutai fiú, aki még a dédszüleinek a dédapjának a ruháját vette föl, ugye kitelepített felvidékiekként, és itt a szűkebb környezetünkben Somogy-Tolna Baranyából voltak somogyiak, Baranyából sváb, sokas bunyavác, bosnyák viselet, nagyon szép sváb viseleteket láthattunk, ezekből is régebbieket is, úgyhogy egész érdekes volt, hogy ennyi viselet megmaradt, mégis így szívesen fölveszik. Félig sváb, félig kun származású vagyok, sajnos egyik részről sincs meg a viselet. A szívem csücske egy kalotaszegi táncok, és akkor én kalotaszegi viseletet vettem föl. Nem a sajátom, de ugye ez már vásárolt viseletet, nem örökölt. A iskolában a tagozat működik már 10 éve, és ahhoz, hogy a más tagozatokra járok, általános tagozatokra járok, és megismerjék azt, hogy mi folyik a néprajztudományon belül, egy kicsit a kirakat. Azért kell kicsit a kirakatot rendezzük, hogy azok is meglássák, aki egyébként maguktól nem biztos, hogy észrevennék. Baranya is Tolna, a Dél-Dunántúl, ez egy nagyon vegyes etnikumú vidék, és ott, ahol még megvannak a viseletek, és ott, ahol a gyerek még ide elhozza és megmeri mutatni a osztálytársak, egy rendkívül dicséretes és jó, pozitív dolog. Azért biztattuk őket erre, hogy vállalják a származásukat, vállalják a
identitásukat, azt, hogy honnan jöttek, miből vannak összerakva, és ezt vállalják külsőségeiben is. Ez igen fontos. Sehol az országnak nincs ennyi félrendezettsége, mint ami itt Baranyában előfordul, ezért is volt ilyen tarka. Megszámoltam a tanárokkal, hogy több mint 50-en voltunk, akik valamilyen viseletben voltunk költözve. Kevesen vannak már, akik a saját nagyszüleik viseletét fel tudják húzni, hiszen rendkívül módon összekeveredett itt a népesség. Ezzel együtt magam is egy kicsit a népi kultúrával azonosulást, annak a vállalását igyekszünk ebben reprezentálni, hogy egy erre a napra ezt fölvesszük. És a Hidas, Bonyhád környéke, Jójási, Székelyfék, még Ért környékén vannak nagyon sokan, tehát a Bukominából, amikor elmenekülnek, és nem Bukominából bejönnek Bácskába, és amikor Bácskából elmenekülnek, akkor itt találnak lehetőséget. Tehát itt is vábok helyére költöztetik őket, ez hosszú évtizedeken át komoly feszültséget jelentett. Ez már állítólag enyhült, és hát ott, ahol még ennek hagyománya van, és tartják, azok felhúzták a székelyviseleket. Paksról volt egy fiú székelyviseletben, és büszke volta. A 7 éve indult kezdeményezés mottója az, hogy legyen a népviseletnek is egy napja, nem változott. Minden évben sokan csatlakoznak, szebbnél szebb viseletek kerülnek elő, óvodákban, iskolákban gyerekfoglalkozásokat tartanak, valamint országszerte rögtönzött táncházakra hívják a turistákat, járókelőket.